először azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan határozza meg a festői stílusát. Ugye ez nem biztos, hogy hiperrealistaként lehet elnevezni, hiszen a felbomló, nem megfestett részletek is ott szerepelnek a képeken. Én nem vagyok hiperrealista, inkább csak realista. Inkább az agyamban vagyok hiperrealista, szóval realista, az igazságot szeretem. Hát ezt nem választja az ember, a legtermészetes és az legelementárisabb rajz és festészet, nehéz magyarul beszélni sajnálom, az realista. Szóval az ember, amit lát, azt a saját agya szerint átfesti, vagy látfestés, ahogy beállítja, amit a szellemet akkor adja be, de kell, hogy az a igazi, realista temeg, azt mondják, temeg, szóval amit lát az emberet, azt fel tudja használni. Avval használja fel, hogy a szellemét átadja, de a saját szellemét. És az ember mindig magát festi, nem az almát, amit éppen lefest. Nem tudom, hogy jó magyarázom, ki magyarul-e. Érthető volt. A kezdetektől fogva, mióta elkezdett festeni, erre törekedett, vagy alakult? Mindig. Hát nekem az annyira tiszta logikusnak tűnt, hogy a festészet csak ez. Utána van a stílus, a deviáció, a deformáció. Az általában akkor megy be az ember a deformációkba, amikor nem tudja teljesen a realizmus keresztül kifejezni magát. Hát kell egy bizonyos technika, kell egy bizonyos akarat, kell egy bizonyos koncentráció. Szóval nekem minden, aki összes festő, aki lemond a elementáris realizmusból, azért mert kezdik unni a pontos festészetet csinálni, úgyhogy inkább, hogy kirajzolnák, kezdik spriccelni, hát így megy a deviáció, hogy mondják magyarul a deviáció. Ami kilép az ember az egyenes útból, nem? Tehát ez mindenben így van, nem csak a festészetben, nem csak a művészetben. És mit szeretne kifejezni azzal, amikor ránézünk egy festményre, és... Az ember, én legalábbis mindig ugyanazt fejezem ki, a magamat. A téma az mindig csak egy pretext, mondják magyarul a pretext? Hogy mondják magyarul? Egy ok, egy ürügy. Ez a szellemet, meg az érzést nem tudja festeni az ember, nem tudja kifejezni, mert az valami nagyon absztrakt, tehát az ember érzi, úgyhogy kell egy mondhatnám, egy autó, egy kocsi, amit fel tud használni ahhoz, hogy az ember a szellemét ki tudja fejezni. Szóval és semmi különbséget nem látok, egy citrom, egy földi modell, vagy egy akármit tudok felhasználni ahhoz, hogy egy bizonyos szellemet és ki tudjak nem fejezni, hanem átadni. És mi az oka annak, hogy ha látunk mondjuk egy arcot, és mondjuk arról hiányzik a száj, az nincs kimunkálva azzal, ami a... Hát a szája hiányzik, vagy hát a szája, vagy a lába. Mindig valami hiányzik. Hát ez épp azért, hogy próbálom mutatni, hogy nem az arcot festem, hanem a szellemet. Szóval az arc az csak ott van, hogy valamin keresztül ki tudjam fejezni. Úgyhogy ha az egész arcot lefesteném, az egész a klasszikus modellt, úgy ahogy látom, akkor utavégre egy arcképet festenék. Ha ugyanazt festem, de leveszem a száját, akkor az arcképnek nincs értelme. Szóval mindig azt a reprezentáció, azt nem mondják magyarul, annak a klasszikus értelmét leveszem. Mégis ott van a reprezentáció, de például egy citrom, amin van egy fehér festék ráfestve, az már nem egy citrom, hanem az semmi. Szóval egy ellentmondást van, és akkor lesz a kép, akkor az egy kép. Szóval a képet festem, a szellemet és a képet, de kell egy citrom, vagy kell egy arc, hogy azt át tudjam vezetni. Hogyan válogatja ki a modelljeit? Hogyan választja ki? Hát akármi, aki itt van, téged is tudnak lefesteni, ha itt maradnál.
akármi, ami a lányomat festettem, mert a kezem alatt volt, kis barátnőimet festem, mert a kezem alatt van. Szóval akármit fel tudok használni, nem választok, nem futok modellek után. De van, akik jobban megfelelnek, van, amik nem felelnek meg. Főleg azt tudom, hogy mit nem akarok festeni, de hogy mit fessek, azt nem tudom. Hát ami megmarad, akkor az annyit telt, hogy az a jó. Az megfelel meg a legjobban. És mit nem akar festeni? Mindennek, aminél túl erős szimbolikus értelme van. Ahol mit mondhatok? Hát sok mindent. Minden, ami egy autót nem festenék, például egy autó, annak egy szimbolikus civilizáció értelme van. Hát minden, aminek tényleg egy nagyon fix témája van. Szóval általában ártatlan dolgokat, vagy néha értelmetlen dolgokat, vagy például általában, amikor festek egy hölgyet, egy modellt, nem szeretem, hogy a ruhája rajta van, inkább rárakok egy drapírt, hogy mondják magyarul, egy ilyen... Lepel. Hogy mondod? Lepel. Egy lepelt. Már annak nincs idő, nem tudja az ember, hogy mikor él, mikor van. Szóval minél több ilyen referenciát leveszek, annál jobban megfelel a téma. De például az ön mögött látható modellen van egy napszemüveg. Ez is egy korszakot jelent. Ez egy nem napszemüveg, hanem ez egy volt napszemüveg, amit befestettem kékre, de olajfestékkel. Szóval nem láthatsz keresztül rá. Még nincs befejezve a kép, de mikor be lesz fejezve, akkor az ember fogja látni, hogy arra rá van festve festék. Így már nem egy szemüveg, mert nincs értelme. Egy szemüvegen, ami az ember nem lát keresztül, annak nincs értelme. Szóval így játszok a témával, akármit utavégre egy szimbolikus témát festetnék, de ha leveszem a szimbolikus értelmét, akkor már más értelme van. Szóval ez nem egy szemüveg, se egy napszemüveg. Nagyon fontos. Hogyan születik meg egy kép témája? Ugye beszélt arról, hogy mégis bárki lehet, vagy bármi lehet modell, de hogyan jön az elhatározás, hogy na, akkor most ezt lefestem, vagy mondjuk akár az ön mögött látható modellt, vagy a narancsokat, citromokat. Hát, hogyan ki a téma ötlete? Nincs ötlet, azt nem szeretem azt a szót, hogy ötlet, mert utavégre mindig ugyanazt festek. Citromokat már festettem 50-et. Szóval a témának igazán fontos értelme vagy értéke nincsen. Mindig ugyanazt festek. Csak az, hogy egyszerűen ugyanazon a képen sokáig dolgoztam, akkor azt megunom, akkor egy másikat kezdjek. Vagy általában 5-6 képen dolgozok egyszerre, szóval ezek nincsenek befejezve például. Úgyhogy ez csak változás, de mindig ugyanazt festem. Mondhatnám, minden képen önarckép, de nem az arcomat festem, hanem a szívemet. De ahhoz kell egy téma. De a témát nem választom. Szóval ami megfelel abban a pontban, amikor kedvem van, akkor azt megcsinálom, ha nem felel meg, akkor nem csinálom meg. Szóval ez nem gondolkozás, nem egy meggondolt logika, hanem csak érzéset. Az én munkám az, hogy valamit konkrétat átadja, konkrét dologon keresztül átadjak egy érzést. Hát melyek azok a témák, mint például említett, hogy a citrom, ezen kívül, milyen témák az, amiket állandóan megfestem, mindig modell? Mindig nagyon semleges témák. Szóval sokszor azt mondom, hogy valakinek a problémája van a festészettel, szóval akar festeni, és nem tud mit, akkor fogjon egy almát, és fessel az almát. Szóval minél egyszerűbb, amit szeretek, például egy egész egyszerű citromból, vagy egy almából egy egész világüret lefesteni. Szóval abba belerakni sokat, minél többet, hogy abból a citromból egy egész világ lehet. De hát ez csak a festészettel lehet megcsinálni, mert nem a citromat festem le, hanem tövére a világüret.
Uh-huh. És ez vajon a kép számára szemlélőnek ez kiderül, hogy itt meg az nem lényeges? Hát, ami lényeges, hogy én tudom, hogy az sose derül ki. Mert mindenki úgy nézi a képet, ahogy akarja, és mindenki azt lássa benne, amit akarja, és azt érzi, amit akarja. Szóval egy kép az valami nagyon passzív, innocent, azt mondják magyarul, szóval hát nem vagyok ártatlan propozíció. Mindenki azt lássa benne, amit akar. De azt én nagyon tudom, jó tudom, hogy borzasztó sok félreértés van a kritikába, meg az emberek, ahogy nézik a képeket, meg ez a csomó referencia, meg most is például a hiperrealizmussal, meg ilyen egy csomó kulturális szar, mondhatom a szar, azt a szót, ilyen referenciákat próbálja elmagyarázni, hogy mit festek, és hogy miért festek, és hogy milyen mozgékonyba lépek be, meg hogy mit akarok. A festészetben akarat nincs, az csak kedv van, szóval érzés és kedv. Egy művész vagy egy festő, én nem vagyok művész, én egy festő vagyok, az se. Miért nem művész? Hát az ember másnak művész, de most saját magának sose. Az egy egyedüli munka, szóval tényleg az a motivációt, hogy megtesz, vagy aminek az embernek kedve van ahhoz, hogy maga agyából és kezéből valamit csináljon, az annyit jelent, hogy a többieket, meg a tömeget nem akarja követni. Szóval a saját személyébe keresi meg azt az energiát, meg azt az igazságot, ami annál úgy lássa, hogy a társaságban nincsen meg. Úgyhogy mivel egy festő az egy egyedüli lény, akkor azt nem lehet mondani, hogy egy ilyen egy grup, egy movementba belejár, mint a divatba. Szóval ezek mind hamis, ilyen idefix, hogy mondhatom, egy ilyen elképzelési obszesszió, aki a kultúrákon keresztül megy a művészethez. De a festő az már tisztára máshogy gondolkozik. Melyik volt a legnagyobb félreértés, ami felháborította esetleg a... Hát minden félreértés, de hát az egész civilizáció... Amit így olvasod mondjuk, és teljesen félre. Már nem is olvasom őket. Már utcára nem olvasom, de azon nem sértődök meg, mert logikusnak találom, hogy félreértés van. Az annyit jelent, hogy ha nem tudom azt átadni, hogy az emberek azt tisztára lássák és megértik, az vagy én vagyok rossz, vagy rosszul fejezem ki magamat. A szavakkal épp így van, hogy az embernek amit gondol, az tiszta lehet, de ahogy ki tudja fejezni, az nem mindig tiszta, úgyhogy a másik, akihez beszél az ember, az félreértheti, vagy mást érthet. Hát a festészetben minden, ami ember csinál, az a rizikó, hogy félreértés, az mindig megvan. De hát az én hibám, nem a másik hibája. Szóval az nem egy perfekció, semmi se kitűnő. Beszéljünk a modellekről, ugye, amit az előbb Kálmán említett, hogy hogyan változott a megjelenítésük, a lefestésük, ennek a módja az utóbbi években, és miért változott? Hát én egész 1986-ig, körülbelül 15 évig csak magamat festettem úgy, szóval. De az is, na látod, ez egy nagy félreértés volt, mert az én személyemet felhasználtam, mint egy, hogy a személyes embert reprezentáltam, hogy mondhatom már, mondják magyarul? Szóval nem a magam személy, hanem az szóval akármilyen személy, tudod? De ha nem más, szóval a maga, a szó. Hogy mondják, mondja róla szó. Saját maga. Saját maga, de minden embernek a saját magáját festettem, nem az enyémet, hanem azért használtam fel az én arcomat, én testemet, és az egy nagy félreértés volt, mert mindenki úgy vette, hogy egy narcisista vagyok, vagy szadomazusista, vagy... De hát ez is mind normális, mondhatnám. Úgyhogy ezek után, ez egy kicsit fájdalmas félreértés volt mégis, ezek után csak nőket festettem,
és azóta az utcán férfiakat nagyon ritkán festek, hogy nem mondhassák, vagy nem értessék úgy, mint egy szadomazoszista, narcisista bemutatása. Csak most csak nőket festek, de ez egy intellektuális választás, hogy mondják magyar választás, hogy ezt nem azért, mert a nőket gyönyörűnek találom, vagy gyönyörűnek találom őket, de nincs kerülöm lefesteni őket, szóval nem ezért festem őket el. De tényleg csak a női modelleket használom fel, hogy ne ilyen kegyetlen képeket fessek, mert a félreértés vezetett legalábbis. Mennyi időt fest naponta? Be van osztva az idő, hogy x óra festés, x óra alvás? Na, hát én nagyon lustánbel vagyok, utóbbira azért festek, hogy ne legyek alkalmazott, úgyhogy ne fogadjak semmivel, senkire sem szót. Szóval ez egy nagyon lustaság. De nekem a lustaság azt csinálja az ember, aminhez kedve van. Nem az, hogy semmit se csinálni. Mert az igazi lustember az mindig valamit csinál. Mert a semmi se fárasztó, mint a semmiség. Úgyhogy, hogy élek? Én nagyon lassan élek, lassan eszek, lassan iszok, lassan beszélek. Nem tudom, hogy igaz-e. Mindent lassabban. Még az óráim, meg ahogy lefekszek, az is lassabb, meg többet alszok, mint a többiek, de többet fenn is vagyok. Úgyhogy, mikor festek? Hát általában nekem ez nem munka, ez inkább egy egyensúly, mondhatnám. Hát nézzel, ezt nehéz elmagyarázni, mert olyan egyszerű. Szóval lefekszek, mikor álmos vagyok, felkelek, mikor nem vagyok már álmos, akkor ez általában minden nap később, mint előző nap, szóval ez is egy egész furcsa idő, vagy szóval megszervezés, de ez egy mind a kedvre van építve. Akkor, mikor felkelek, közben reggelizek, de hát az legalább 4 óra, míg megreggelizek. Mikor befejeztem a reggelizést, az annyit jelent, hogy már ilyes vagyok, akkor kell, hogy ebédeljek. De van egy kis lengyel szakásnőm, aki mindent előkészít, úgyhogy akkor megmelegítem, és hát akkor eszek. Reggel általában, szóval a reggel az lehet délután is, vagy este, mert attól függ, mikor kelek fel. Az egy 4 óráig tart, akkor kitisztítom az ecseteket, amit tegnap, vagy az előző nap használtam. Nagyon-nagyon lassan, de azokat a pillanatokat felhasználom, hogy gondolkozzak a képeken, mert sokkal többet gondolkozok, mint dolgozok utóvégre a képeken. És délután mihet megebédeztem, ha fáradt vagyok, egy kicsit lefekszek, ha nem vagyok fáradt, vagy nem vagyok álmos, akkor lassan hozzákezdek a festészethez. Mindent nagyon lassan csinálok, kivéve mikor az ecsete a kezemben van, akkor aránylag gyorsan festek. De mind a többi nagyon lassan megy. És befejezem, mikor fáradt vagyok, de általában akkor fejezem be, mikor már tényleg nagyon-nagyon fáradt vagyok. Akkor egy kicsit eszek, és akkor lefekszek. Ha? De nem minden nap, mert néha ez mind egyedül, szóval meg vagyok így szervezve egyedül élni. És mikor szóval nem szabad túl sokáig csinálni, mert az ember belebolondul, utána akkor inkább elmegyek egy kicsit nightclubozni, ahol a tömeget látok, meg techno, meg muzsikát, meg stb. Azzal szükségem van szinte az egyensúlyra. Szóval pont az ellenkező hangulatban esek bele. Említette, hogy gondolkozik, mielőtt hozzákezd a festés, ez mind gondolkozik olyankor? Hát amikor az ecseteket tisztítom, vagy mondjak tisztítani, vagy igen, hát akkor a képeken, de különben is, mikor az ember fest, akkor mindig gondolkozik. Szóval ha a szeme le van foglalva, akkor mint az agya megszabadulna, és akkor gondolkozik. Hogy mind gondolkozok, az igazságon. Szóval egy hatalmas téma, az igazságon gondolkozik. Úgyhogy minden hamis, úgyhogy az ember keresi, vagy gondolja át, hogy hol az igazság. És mihelyt gondolkozok, írok. Szóval ezer és ezer papírokat,
Kálmán pont mögötte ül. Szóval mögötte van két doboz, amit tele van írással. Előtte vagy mögötte, nem. Tehát az is szükség, ez mind az, hogy az agy működjön. Talán. Általában azért írok, hogy szavakkal át tudjam kifejezni a gondolkozásomat. És főleg azért, hogy az ember az ellen harcol, ami a személyes gondolkozást nem engedi meg. És ami nem engedi meg, vagy nem szabadítja meg a személyes gondolkozást, az általában a szavak. Amin keresztül az ember az összes influencet, meg amit mindent betanult, és ami minden hamis, és minden, azt mindent átemészteni nem lehet. Szóval idővel átemészte az ember, és észreveszi, hogy ez nagyon nem igazság. De a szavakkal kell, hogy mondhatom, az ellen küzdködni, mert a szavakkal kapta meg az ember az összes befolyamást, azt mondják magyarul? Hogy? Befolyamást, szóval mindent, amit tanult, mindent, amit a többiek mondtak, szavakon mondták keresztül. Sajnos csak franciával tudom, mert magyarul nem tudok írni rendesen. És mi volt konkrétan a legutóbbi dolog, amit így leírt, amin gondoltam? Mindig ugyanazon írok, már nem is tudom, 6000 papír, vagy 5000, vagy nem is tudom, hol tartok. A materialista illúzióról írok. Hát a materializmus egy illúzió, ez egy... Szóval arról van a témák, szóval... Hát ez mind ilyen metafizikai gondolkozás. De hát a festészet és a gondolkozás, az, meg a rajz és a gondolkozás, az mindig együtt jár. Nem csak nekem, hanem minden művésznek, és minden gyereknek, mert a gyerek, mikor például elkezd gondolkozni magával, a saját agyával, akkor elkezd rajzolni általában. Szóval itt kezdődik az, hogy szüksége van rajzolni, de az annyit jelent, hogy azért kell, hogy a gondolkozását a rajzzal mellé, hogy mondhatom, kísérjen, mert akkor a szeme el van foglalva. Mert az ember úgy szült, hogy mindent, amit lát, azt elhisz. Vakon elhisz, vakon, amit lát, szóval ez nem jó kifejezés. Szóval azt hisz, hogy igaz. De arra azt nem veszi észre, vagy nem gondolja át, hogy hogy működik a látvány, hogy az látvány, ahogy lássa az ember a dolgokat, az főleg az agy, ami azt mind átírja. Szóval ahogy lássa az ember az igazságot, az nem igaz. Mert nem az igazságot lássa. Ezért vannak akkor visszatérve a beszélgetés elejére az elmosódott... Nem, hogy mondja, bocsánat. Tehát ezért van az, hogy ha lefest egy modellt, akkor mondjuk annak hiányzik a lába vagy a szája, pont emiatt, hogy ezt kifejezze, hogy ezt erősítse, hogy hiába látod, de ez nem igaz. Hát nagyon-nagyon minimális részben, igen. Szóval, ahogy magyaráztam előbb, amikor lemosom egy szemet vagy egy arcot, az főleg azért, hogy bemutassam, vagy mutassam legalábbis, hogy az az arc nem egy arc. Szóval nem azért festettem, mert szépnek találom az arcot, mert csodálom a nő arcát. Nem a modellt festem le, hanem az én érzésemet, és az arcot csak felhasználom ahhoz. De ez főleg egy egyensúly kérdés, hogy milyen fontos a modell, milyen fontos vagyok én, szóval az én érzésem. Mindig magamat festem, de nem magamat, mint a személy, hanem egy érzést. Az embernek az értéke nem az, ami maga, ami van, hanem az, amiben hisz. Másképpen, szóval ami nekem fontos, az, amiben hiszek. És az, ahhoz a képhoz az belerakni, az elég komplikált tranzíció. Szóval azért mosom le a szemeket, azért mosom az arcokat, mert nem a nőt festem, hanem a érzésemet. Amik léteznek a képek, de a festészet az egy absztrakt noció, egy gondolkodó, hogy mondhatom. Persze, minden ember figuratívan kezdődik, vagy kezdte legalábbis, utána lemond magáról, akkor fest absztraktot, de az mindegy, utavégre annak nem szabadna létezni, tudod? Az egy saját maga lemondása az, hogy az ember kezd a utavér az absztrakt, az mindig létezett,
ha egy palett, az egy absztrakt izé, ha leköpök a földre, az is egy absztrakt szobrászat, vagy festészet, vagy akármi. Absztrakt az mindig létezett, ez is egy absztrakt, egy gyönyörű hantai festészet. A különbség az, a manapság, hogy az absztraktot úgy veszik, mint művészet, és régen nem. De hát az absztrakt az nem egy festészet, szóval maga a festészet az nem létezik. Mert amikor a plafont befesti az ember fehér, az is egy festészet tövégre. Be voltak, akik fehér képeket festettek. Úgyhogy, hogy mondhatom, az, hogy festészet, az egy tisztára absztrakt noció, amik léteznek, az a képek, például az ecsetek, meg a festék, amit rakok a palettra, hogy mondják, palettára. Az festék, de az nem festészete. A festészete az, mikor az ember a képet megcsinálja. De a kép nincs ábrázás nélkül, az nem egy kép. Másképp lenne a palett, az maga egy kép lenne. Szóval nem tudom, hogy jól el tudom magyarázni. Szóval ilyenfajta tentációm sose volt. Mindig hű voltam magamhoz. Van olyan ember, aki mondjuk akár mesterének tekint, vagy azt mondja, hogy utolérhetetlen, és föl kell ránézni festők között? Hát én olyan sok hülyeséget hallottam már a 30-40 év óta, hogy nem is figyelek ezekre. De elsősorban a festőkkel nagyon ritkán találkozok. Nem érdeklenek, de én be vagyok zárkózva magam, hogy mondhatom, processus. Hogy mondhatnák azt magyarul processus? Szóval egy ilyen folyamat. Úgyhogy félek, nem hogy félek, hanem védem magamat a befolyásomokhoz. Meg nem tudok semmit tanítani senkinek, mert azt nem lehet megtanítani senkinek, hogy maga maradjon. Szóval ez ott kezdődik elsősorban, hogy a másoknak a véleményét nem fogadja el. És a régi mesterek közül? Hát itt is egy probléma. Most például ez az összes kísérlet, amit most csinálok, nagy részben, az, hogy 20 évvel ezelőtt találkoztam egy festővel, aki ilyen nagyon realista, ilyen trompe-l'œil-öket festett, nagyon kitűnő technikával, és az egész életét azt csinálja az egész életén keresztül, hogy a régi technikákat áttanulja, minden, ami régi, azt könyveket is írt róla, szóval maga csinálja az ecsetét, maga csinálja a festéket, amelyek a pigma, szóval mindent maga csinál, hogy a régi metódokon szerint dolgozzon, mert úgy teszi, és igaza van, hogy a régi képek jobbak, mint a manapságok, legalábbis technikailag érdekesebbek, és az ajánlotta nekem, hogy szürke vászonra fessek, mert az annak a mélysége van, stb. Úgyhogy 15 évig szürke vászonra festettem, igaza volt abban, hogy jobb a hatás, először jobbnak tűnik. Utána nagyon hidegnek találtam a képeimet, akkor kezdtem egy kicsit ilyen a rózsaszín, vagy ott van hátul egy ilyen vászon, ilyen barnás, pirosos rózsaszín, annak túl pirosak lettek a képek. Akkor utána egész egyszerűen ezek az összes képe, ami mögöttem van, ezek ilyen bezs, hogy mondják magyarul, bezs, színezett vászonra van festve. És most 3 nappal ezelőtt visszajöttem a fehér vászonnalra, és hát sokkal jobb. Nem volt sokkal jobb, hanem már 19 éve küzdködtem valami ellen, és nem tudtam mi ellen, hát a vászon ellen. Úgyhogy ez is egy befolyás, és hát nagyon veszélyesek a befolyások, mert 19 évet kellett, hogy ebből kilépjek. És napokig harcoltam, utóvégre a vászon ellen, de azt hittem, hogy a képek nem elég mélyek, nem elég jók, nem elég. És szóval most senkire sargatok ezen. Bár egy csomó jó dolgot magyarázott ez a festő, aki 20 évvel ezelőtt találkoztam, de például azt adta, hogy a vászonon első ilyen festéket nagyon vad, piros, opák, nem átlátszó, mint egy tükör, be kell festeni, és rá egy, azt mondta, jó, egy szürke
andjúi, hogy mondják magyarul andjúi, ilyen support, ilyen fedés. Mert régen 18. században így csinálták. És hát az minden jó, kivéve, hogy nem szürke, hanem fehér, mert a fehér az a fény. Szóval az nagyon fontos, hogy olyan. Nagy tévedés, legalábbis nekem nagyon nagy tévedés. Azért néznek ezek a képek már 20 éve óta, mint egy régi képek, 19-18. Században jönnének. De engem nem ez érdekel, engem ami érdekel azt, hogy egy alma, ha festek egy almát, ez egy almára hasonlítson, utána elrontom az almát, de kell, hogy az alma minél konkrétabban a vásznon legyen. Mert utóvégre a festészet, az meg a rajz is, az annyit jelent, hogy egy sima szürfesz, mondják magyarul szürfesz, ilyen fedületre, egy konkrét dolgot reprezentál. Szóval egy dolgokat, amik három dimenzióban vannak, egy sima alapra szüzserálja az ember. Ezért nem festek absztraktot, mert az absztraktban nincs három dimenzió. Úgyhogy hát ez érdekel, nem az, hogy klasszikusan fessek, vagy nem akarom, hogy semmi stílusom legyen. És mondjuk a 10 évvel ezelőtti, vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt festett citromhoz, vagy narancshoz képest, ha megnézzünk egy olyat, ami most készül, akkor most van nincsen változás? Egy sem. Nincs. Technikai? Semmi. Hát technikai, utoljára mondhatom, hogy az összes elfoglalásom, amikor festek, az csak technikai kérdés. Minden festőnek, de aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. És mikor nem tudja technikailag ezt elérni, amit akar, akkor kezd absztraktot festeni. Általában, vagy akkor próbálja a témá keresztül, meg a stíluson keresztül utolérni, amit technikailag nem tud elérni. Szóval így körül... hát sajnálom, magyarul mindezt nehéz elmagyarázni, vagy kifejezni magamat. Nem tudom, hogy jól elmondtam, vagy bemondtam. Szóval tényleg a technikai kérdés az a fontosabb. Az a legfontosabb, mert utóvégre az ember kezével csinálja, az valami nagyon technikai. Aki nem tud rajzolni, vagy nem tud festeni, abból nem lehet egy festő, se egy rajzoló, akármit mond. De hát manapság divat azt mondani, hogy a rossz jó és a jó rossz, mert hát a kereskedők építik fel a kultúrát, nem a művészek. Mindig is kereskedőkkel dolgoztál? Hát mert olyan szisztémában vagyunk, ahol nem lehet más, hogy mutatni a képeket, meg kiállítani, mint kereskedőkön keresztül. Ez egyfajta raket. Még a 19. század elején voltak ezek az oficiális szalonok, ilyen nagy kiállítás, galerik nem léteztek, szóval a kereskedők nem ugyanígy éltek, mint ma. És hát ottan küldtek a festők egy képet, két képet minden évben, és hát ezt egész Párizs látta, szóval mindenki látta. Sokkal egészségesebb szisztéma volt. Akkor jöttek ezek a kereskedők, akik boltba mutatták be azokat a festőket, akik a szalonokban nem kellett, hát nem fogadták el. És hát persze a kereskedő az nem a művészetnek dolgozik, se a festőknek, se a képnek, hanem a pénznek. Szóval az egy komerciál, hogy mondhatom, egy bolt, egy kereskedő. És hát minden az érdeme a kereskedőnek az, hogy a művész, amit kiállít, minél drágában tudja kiállítani, vagy eladni, hogy minél több pénzt tudjon keresni, úgyhogy kezdte azt a promóciót, utolja egy marketing, így kezdődött a marketing. Ami érdekes a művészetben, hogy az összes ekonomiai szisztéma karikatúra formán előbb elkezdődik. Például az első hatalmas marketing fenomén, mondják magyar fenomén? Specialista, mondhatnám, szóval az a Picasso volt. Mielőtt még belejött az ökonomiába a marketing. Hát mondhatja az ember, hogy az régi, a marketing az mindig létezett, mikor például a római császár, vagy már egyiptomi fáraón akartam bemutatni, hogy ő a Isten, vagy a legnagyobb, hát egy csomó hazugságra, formális bemutatásban próbáltam mutatni, hogy ő a legnagyobb.
Szóval hazugsága, ez egy hazugsága mindig létezett. Tehát marketing az egy hazugság. Tehát most az az oficiális kereskedelem az egész világon. Nem csak művészetben persze, hanem mindenhol. De hogyha az igazságot keresi, akkor hogy férhet össze az oficiális kereskedelemmel? Hát az igazságot az ember magába keresi, nem a kereskedőkben, se a külső világban. Tehát igazság benned van, mert az igazságnak a műve vagy. Másképp nem tudná működni, nem tudná lélegezni, nem tudná lenni. Most azt, hogy ezt elfelejted, vagy nem tudod, vagy nem akarod tudni, az egy más kérdés. Tehát az igazság az benned van, nem a többiekben, nem a civilizációban.